Velünk élő történelem Trianon. Most már egy ideje, nagyon is a jelenünkkel foglalkozunk, hiszen elképesztőek a történések itt a mában, és nagy szeretettel üdvözlöm dr. Drábik Jánost, az Országos Trianon Társaság elnökét, aki igazán sok mindent hallott meg, megélt már, de még ő is rácsodálkozik arra, hogy mi mindent mernek ma a politikusok megtenni. Nagy szeretettel üdvözlöm. Hát köszönöm, hogy megszólalhatok megint ilyen ügyében, mert valóban megrökönyödve olvastam, pedig hát elég sok mindent olvastam már, hogy Bukarestben megfelelő politikusok, nem akárkik, előterjesztették azt, hogy a Trianoni szerződés napjává nyilvánítsák Romániában a június 4-ét. Azért kívánja két román törvényhozó, hogy ez egy állami ünnep legyen, ahol lényegében, hát persze meg újból fellobogoznák az egész országot, de azon kívül országszerte rendezvényeket tartanak, ahol persze román szempontból ö, értékelnék, hogy mi mindent jelent ez a nap, 1920. június 4-e a román állam szempontjából. Na most ez azért elgondolkodható, mert eleve az, hogy Trianoni szerződés napja, már egy megtévesztő, ugyanis a szerződés az azt jelenti, hogy a tárgyaló partnerek leülnek és tárgyalnak. És utána mindegyik elmondja a maga szempontjait, és valami, valamiben megegyeznek. A két Na már most uh -huh. Trianonban ilyenre nem került sor, nem azért, mert a, a magyar küldöttség ezt nem szerette volna. Először is évekig, ezt így, ahogy mondom, évekig a magyar küldöttség nem is jelenhetett meg, számításba se jött. És amikor végre még, csak meghívják, ugye 1920 elején a magyar küldöttséget, akkor azt lényegében fogságra ítélik egy, egy Párizsi szállodában, ahonnan nem tehetik ki a, a lábukat, már ahhoz is engedét kellett kérni, hogy egy, kis, egy órát sétálhassanak, hogy mégse egész nap üljenek a, a, a szobába. És utána meghívták ugyan, de csak aláírásra, és mindent, amit előre elkészítettek, egy oldalúan, persze maximálisan figyelmen kívül hagyva, a magyar szempontokat, azt neki kellett volna, és azok olyanok voltak, hogy ugye Aponyi Albert, aki az első delegáció, az nem írt alá, az egyszerűen ö, megtagadta ennek a gyalázatnak az aláírását, és visszajött. De ugye a magyar államnak sok lehetősége nem volt, mert, mert hogyha nem írja alá ezt a egyoldalú diktátumot, akkor számolnia kellett arzal, hogy, hogy, az új államot, amelyek Magyarország területéből is jöttek létre, tehát Csehország, amely Csehszlovákiává egy birodalom már nőtte magát, mert nem csak Észak-Magyarország került hozzá, Szlovákia, de hát ugye Kárpátalja, tehát egy birodalom alakult. És ugyanezt lehet elmondani Romániáról, Amely, amely Magyarországról nagyobb területet kapott, mint a, a, mint a megmaradt Magyarország. Mert a megmaradt Magyarország 93 ezer négyzetkilométert, ők meg 102 ezer négyzetkilométert kaptak. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek az utódállamok Párizsi parancsra, de Párizsnak pedig Londonban az államok feletti. Tehát az a titkos kormány, amely ma is a világ urának tekinthető, ez adta ki, hogy úgy mondjam, kiszervezte Párizsnak ezt a gyalázatos munkát, hogy idézzel befejezem, ami a párizsi békeszerződéseknek, a világtörténelem egyik szégyenének a elkészítése volt, és ezen belül talán a leggyalázatosabb az, amit mi úgy nevezünk, hogy a trianoni diktátum. Na most az, a, az, hogy a román politikusok ezt ünnepelni akarják, és szerződésnek nevezik azt, ami nem szerződés. Persze neki érdekük, mert ugye ők kezdték a háborút azzal, hogy a központi hatalmak szövetségesei voltak, hiszen a Hohenzollern uralkodó volt, ott is, nem csak Németországban. Mégis utána megtámadták 16-ba, álnok módon megszegve a szerződéseket. Megtámadták az osztrák-magyar monarhiát, ezen belül ugye a magyar királyságot, és megkötötték a békeszerződést. 1915-ben teljes veres, totális vereséget szenvedtek, és mégis, amikor már, már fegyverszünet van az utolsó napon, megint minden nemzetközi jogszabályt felrugva, tulajdonképpen rablóként megtámadják azt az országot, amihez őket békeszerződés köti, azt megszegik, és nem egyszeren idejönnek, mint hódítok hanem úgy viselkednek, mint a legutolsó tolvaj. Mindent rabolnak, amik a kez, ami a kezükbe esik. Na most azon kívül persze azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy hiszen a fegyverszünet, megkötésére úgy került sor, hogy a virzoni pontok alapján, amiben benne volt, hogy kis és nagy népnek egyaránt jár a nemzeti önrendelkezési jog. Vagyis Románia, ha már ilyen, aljas módon, minden nemzetközi szerződés felrugva támadott, akkor legalább el kellett volna fogadnia, hogy legyen egy szabályos a nemzetközi jogi előírásoknak megfelelő népszavazás, nem? Ehelyett tartottak egy úgynevezett Gyulafehérványi nagygyűlést, ahol azonban még mindig sok szép dolgot megígértek. Ugye például azt, hogy a közigazgatás nyelve marad úgy, ahogy volt, azt lehet használni ugyanúgy a magyart, mint eddig. Az iskola rendszer marad, a, az egyházaknak a önállósága marad, a székely autonómia marad, és minden marad, amiből semmi nem marad. Semmit nem tartottak be, és hogyha most az ember, ezt én, én vasárnap jöttem vissza, é, é, er, hát nem Erdélyből, mert a részekben voltam, aminek, itt is egy csalás van, mert ugye Erdély az a királyhága után, kezdődik. És előtte ott van a Tiszántúl, ott van a Párcium, a részek, és délebre ott van a Bánság. Ez nem Erdély, ez Magyarország területe volt, csak a Bratánu találtak, hogy mondjuk ezt is Erdélynek, mert így tulajdonképpen leplezték azt, hogy majdnem kétszer akkor a területet vittek el, mint, mint Erdély maga. És és azt is leplezik, azért nem akartak semmiáron járon népszavazást, sem a csehek, sem a nagydemokrata Maszari és ésbenes, sem Brátános, sem, sem a, a szerbek, mert tudták, például a bratian, Bratianuék, meg a, 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 a Táke UNESCO, és a, a Vojevod, vagy ezek mind tudták, hogyha csinálnak egy népszavazást, a román, az erdélyi románok többsége nem akar a regáti románokhoz tartozni, mert ott sokkal rosszabb volt, a kö... nem csak a jogaik voltak kevesebbek, tehát, tehát, nem érték el a demokratikus fejlődésnek azt a szintjét, ami már az osztrák-magyar monarchiában egy standard színvonal volt, de az egész élet, szóval minden sokkal gyengébb, rosszabb, alacsonyabb szint, és ők nem akartak oda tartozni. És ráadásul minden egyéb joguk megvolt, hiszen ott voltak a román iskolák, minden, amit akartak, szemszájnak ingere, az megvolt az erdélyben lévő románoknak. Tehát ha tartanak egy szabályos népszavazást, azt, azt elsőprő többséggel a magyar állam nyeri meg. És ugyanez, ugyanez volt a Massarikék, őszintén megmondták, de megmondta még André Tárdiő is, hogy és ez volt az utolsó érvük, hogy nem lehetett népszavazást tartani, mert akkor akkor Észak-Magyarország is marad Magyarországnál, meg Erdély is marad, ezt mondta Tárdió. És ha már Tárdió jött előtérbe, valami nagyon fontosra hagyj hívjam fel a figyelmet elkerül az emberek figyelmét, de, de, nem csak itt Magyarországon kerül el, de még Erdélybe is elkerüli, hogy óriási erővel nyomul előre a szabad kömvesség Romániában. Ha hát csak gondoljuk meg, hogy itt van Stelian Nisztor, ki tudja ezt a nevet, ki tudja ezt a nevet, aki a reguláris nagypáholynak Romániai Nagypáhoynak az első számú embere. Na de ő lesz a világ legnagyobb szabadkönyvességnek, a Skótritusú Szabadkönyvesség világkonferenciának az elnöke 1920. májusától 25. májusáig, 5 évig. Tehát a világ leghatalmasabb uh -huh. szabadkönyves Irányzatát tömörítő, skótritusos szabadkönyvességnek egy román nagymestere lesz. Na most mit jelent ez? Ez óriási befolyást jelent a nemzetközi életben, de minden vonalon. És nem csak a formálisan meglévő állami struktúrákban jelent óriási befolyást, hanem az olyan államok feletti, Hatalmi struktúrákban, amelyekben persze a pénz viszonyok alkotják, mondjuk a döntő helyzetet, például az offshore bankárvilágnak a tulajdonosa ez az államok feletti elit, de azért óriási szerepe van a nemzetközi szabadkömbességnek. És amikor mi szeretnénk, hogy legalább minimálisan legyen annyi erkölcsi elégtétel a centenárium alkalmából, hogy visszakapjunk egyetemeket, hogy töröljék a benes dekrétumokat, hogy kapjanak Székelyföldön földön, kapják meg a, a, nekik járó és évszázadokon át az övéké volt autonómiát kapják meg. És Erdélybe is legalább egy államilag finanszírozott, teljes spektrumú magyar egyetem legyen, mert nincs, magánegyetem van. Tehát, hogyha mi ezt akarjuk elérni, és ugyanakkor a nemzetközi szabadkönyvesség ma is maximálisan Románia oldalán áll, és nem csak Románia oldalán áll, hanem Románia oldalán áll ennek az államok feletti hatalomnak, például a Budapesten lévő olyan képviselete, mint a Szeú, tehát a amelynek ugye a rektor egy Michael Ignatyev nevű szabad köműves, aki olyanokat mond, hogy beszéljen egy budapesti zsidóval Magyarország örök ártatlanságáról. Ilyen nyilatkozatot tett, itt olvasom, az der standardnak tette. Michael Ignatjev ezt a gyalázatos nyilatkozatot. Miről beszél ez az ember? És sajnos a szabad óriási nemzetközi befolyása van, és én úgy látom, hogy mi megint le vagyunk maradva. És ezért nem tudunk egyről kettőre jutni Trianon ügyében is, még ha csak olyan tényleg szolid dolgokat szeretnénk, hogy kapjunk végre vissza legalább néhány egyetemet. Meg, 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 meg legyen végre annak a gyalázatnak, amit mi benes dekrétumoknak nevezünk. De akkor most tulajdonképpen le vagyunk maradva, mit tudnánk tenni? Hát azt, hogy ebbe semmiféleképpen nem szabad belenyugodni. a Magyar országgyűlés a nemzeti összetartozás év évévé nyilvánította a következő Igen. évet. Az, hogy a románoknak a válasza erre az, hogy ők pedig román állami ünnepé, az, 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 a szajré megszerzésének a, a napját, ami, ami érték még nem is kellett harcolni nekik. Csak megfelelően kellett helyezkedni, és megfelelő időben kellett aljas, csaló módon viselkedni. De ezt, áll... ezt ez Ezt legyen egy... egy az. Áll ők azért nem szeretik, ha erre emlékeznek, mert, mert a tolvaj nem szereti, ha arra emlékeztetik, hogy tolvaj volt. Nem szereti azt, hogy a, a szajri, ami ez jutott, ahhoz aljas magatartásával jutott hozzá. Nem. Hát legalizálni... ő, azt szereti, ő, azt szereti, ha erről megfeledkeznek. Sőt, legalizálni lehet, hogy ez egy és nemzeti ünnep. Így van, és ugye, és ugye pontosan arról van szó, hogy, hogy ez a pofátlanság teteje, hogy, hogy, amikor a magyarságot ilyen meg nem érdemelt módon elintézik, mert egyébként az államok feletti, nek azért kellett Magyarországot feldarabolni, mert ezzel fizette ki az új szövetségeseit. És Magyarország csak arra kellett neki, hogy a területeivel fizessen. Kész. Persze a területekkel elment a lakosság is. És ha elmegy a lakosság, ládásul úgy, hogy elhagyják, mint a marhát, tehát nem kérdezik meg, hogy akarsz-e menni, akkor ki kell találni annak egy új, egy hazug történelmet. És ez folyik, ezt folytatják. Ezért rendkívül fontos az, hogy legyen végre egy magyar állami múzeum, kellően dokumentálva a valódi tényeket. És ugyanez legyen meg, de minél előbb legyen meg digitális változatban, angol nyelven, illetve más világnyelveken. Ez az, amiért harcolunk, és én egész addig, amíg élek, erről a célról, mert ugyanis nekünk az egyetlen szövetségesünk trianon be az igazság, de az igazságot azt prezentálni kell. Azt a világeréket tárni, és ehhez múzeumra van szükség. Nagyon szépen köszönöm Drábi Jánosnak. Hát feladtuk a leckét. Tessék otthon elgondolkodni ezen.